A bronzcsat a második mérkőzésén fogadta a Haladás Viktória az MTK-t. Az első felvonást egy a hajrában született góllal a szezon előtt fináléba vágyó vendégek nyerték meg 1-0-ra. Azt gondolom, hogy nem az utolsó Győr elleni mérkőzésen ment el az, hogy döntőt játszunk vagy nem, mert egy rangadón igenis ki lehet kapni, igenis veszítenek el jobb csapatok is nálunk rangadókat, nem ott ment el. Volt olyan pár olyan mérkőzésünk, amit kicsúszott a kezünkből, és nem tudtuk úgymond a mezényfölönyünket gólra-gólokra váltani, és így akár döntetlen lett, vagy akár még az utolsó pillanatban az Asztrától ki is kaptunk tavaly. Ez a bronz párharc viszont más volt, hiszen az első mérkőzéshez hasonlóan a fehérmezes MTK-é volt az első helyzet. A vendégek letámadása a 17. percben azt eredményezte, hogy Milunovic csapott le a labdára, majd pedig Vakter próbálkozhatott 16-17 méterről, de Bíró Barbara magabiztosan hárított. Nem kellett viszont sokat várni a Haladás válaszára. A 20. percben egy szépen felépített jobboldali akció végén Vladulescu lőhetett, Varga Lucának azonban nem okozott gondot ez a kísérlet. Az első félidő felénél ismét a hazaiak román támadója volt a főszereplő, a kecsegtető helyről járó szabadrúgást viszont jócskán fölé durrantotta. A 31. percben kis hián megszerezte a vezetést a Haladás Viktória. A szabadrúgás után a labda előbb átkerült a bal oldalra, majd pedig egy igazítás után középre. Az ott érkező Urbán Viktória viszont nem találta el, így maradt a gól nélküli döntetlen. Az első félidő hajrájában kijött a szorításból az MTK. Ismét egy letámadás után szereztek labdát a vendégek, majd pedig Vakter kiválóan indított a nagyvirágot, aki némileg kisodródva gurított vissza, ott azonban csak feketemezes hazai játékosok voltak. A szünet előtti utolsó próbálkozás a Haladásé volt. Vladulescu szépen készítette le a labdát lövésre Szil Tündének, Varga Luca viszont ha üggyel bajjal is, de másodjára hárított. Hiába a nyílt sisakos küzdelem és a megannyi helyzet nem hozott gólt, az amúgy jó iramú és látványos első félidő. Egyértelműen látszik, hogy az átlagnak a technikai tudása az óriásit lépett előre. Rengeteg a fiatal játékos, ami azt jelenti 16-18 éves, tehát akik még akár az U16-ban is pályára léphetnek. Elképzelhetetlen volt abban az időben, amikor én még a Feminát vezettem, és az nem volt olyan 10 év, vagy 30 évvel ezelőtti, hanem 10 évvel ezelőtti, hogy megnéztem, hogy mind a két csapatnál 10-10 cserejátékos volt, és itt az U19 meg felsorakozott, akiknek szünetbe adtuk át ugye a bronzérmet, hogy ott is ott volt 22 játékos. Tehát ilyen bőséggel soha nem küzdöttünk. Én nagyon bízom benne, hogy ezek a mennyiségi mutatók, amelyek jelen pillanatban jellemzik a női labdarúgásunkat, ez egy minőségbe szép lassan át fog csapni. Annál is inkább, mert a fejlődés most is egyértelmű, és folyamatos, és nincs megállás. Tisztában vagyok vele, hogy nemzetközi szinten ellenfeleink is fejlődnek, de én úgy látom, hogy folyamatában mi vagyunk talán a legjobbak itt Közép-Európában, de talán még egész Európában is. Fordulás után sem változott a játékképe. Mindkét csapat bátor támadójátékot mutatott, a 49. percben pedig közel állt a gólhoz az MTK, de egy szép cser után hiába érkezett egy remek labda a jobb oldalról, sem Podolska, sem pedig a Horthy Boglárka szorításában érkező Taylor nem tudott a kapuba találni. Az 56. percben ismét a jobb oldalról indult a vendégek akciója, amikor a 16-oson belül Gődér Brigitta szabálytalankodott, az eset közelében helyezkedő Sipos Katalin játékvezető pedig azonnal büntetőt ítélt. A 11-eshez Vajda Orsa járt oda, aki nem adott esélyt az amúgy jó irányba induló bírónak, ezzel a góllal megszerezte tehát a vezetést az MTK. Úgy érzem, hogy nagyon kellett ez az első gól, hogy a csapat egy kicsit megnyugodjon. A büntető kérdés ez már tegnap eldőlt, hogy ki fogja rúgni, hogyha odáig kerülünk, vagy büntetőhöz jutunk. Nagyon örülök, hogy hozzásegítettem a csapatot, és szerintem ez az egy gól kellett ahhoz, hogy megtörjön a Haladás csapata. A 11-es is érezhetően megfogta a Haladást, hát még ami a 60. percben történt.
Bakter szöglete ugyanis Horthy lábáról a saját kapujába került, ami egyúttal azt is jelentette, hogy ezzel az öngóllal nagy lépést tettek a fővárosiak a bronzérem felé. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a bronzcsata második felvonását bő 10 perc alatt lerendezte az MTK. Az 57. és a 60. perc után ugyanis a 67-ben jött a harmadik vendéggól. Megint csak Vaktert kell dicsérni elsőként, aki remekül ugratta ki Olivera Milunovicot, a labda pedig higgadt befejezés után a jobb alsó sarokban kötött ki. Tudtuk azt, hogy ez a mérkőzés az első gólig lesz nehéz, ugyanis a haladásnak akár egy döntetlen utáni büntető párbajból megnyert mérkőzés is egy harmadik mérkőzést tudott volna csinálni. Viszont mi szerettük volna elkerülni, és tudtuk azt, hogy az első gólig nagyon nehéz lesz a mérkőzés, nagyon jól összerakták a védekezésüket, nehéz volt rajtuk fogást találni, de hál' Istennek egy büntető után, utána már muszáj volt, hogy kiebb jöjjenek, fellazultak, és ott már be tudtunk találni kétszer is még. A 81. percben közel állt a szépítéshez a haladás, de Urbán Viktória fejese a kapufán csattant, az ismétlésből pedig szintén nem lett gól. Ez viszont azt is jelentette, hogy az MTK végül 3-0-ra nyert a szívósan küzdő haladás Viktória vendégeként. Végig azt kell mondjam, hogy szervezetten is jól játszottak. Biztos volt az, hogy próbálnak úgy játszani, hogy gólt akarnak rugni. A lányoknak szünetben mondtam, hogy ez egy gólig fog tartani ez a mérkőzés, mert ha mi kerülünk eredménybe, akkor utána lesznek nagyobb területek, mivel akkor már a haladásnak jobban ki kell jönnie, hogy a tényleg harmadik mérkőzést akar játszani. Ez be is igazolódott, és azt gondolom, hogy az utolsó 35 percben azért itt is, ott is eshetett volna még gól. Óriási gratuláció a fiatal kis csapatomnak, hiszen egy év alatt mi nagyon sokat léptünk előre. Tavaly az utolsó pillanatban maradtunk bent az utolsó meccsen, ebben az évben kupadöntőt tudtunk játszani, játszottunk a harmadik helyért. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre. Ez a mai mérkőzés is megmutatta, hogy van még hova fejlődni, de hát hála Istennek azért van munkánk. Úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra tényleg, amit ebben az évben elértek, úgyhogy le a kalapot előttük. Az első félidő jobban kiki volt, de azért érezhető volt, hogy az MTK jelen pillanatban előbbre tart. Én úgy érzem, hogy teljesen megérdemelten nyerték meg a bronzérmet, mert egy jobb csapatról beszélünk jelen pillanatban. A második félidőben ez fényesen kijött, ugye a 11-es megfogott minket, ott láttam a lányokon egy kis torpanást, mert ugye az előző meccsen is kikaptunk. Utána a második gól után szerkezetet váltottunk, megpróbáltunk több támadóval, egy kicsit bátrabban feljöttünk, de ennek meg is lett a veszte, mert könnyebben átmentek rajtunk. Úgyhogy még egyszer azt mondom, az egész éves teljesítmény, gratulálok a lányoknak, és azt gondolom, hogy ma sem volt szégyenkezni való. Mindig az első gólig nehéz a mérkőzés. Azt hiszem, hogy ez kellett, hogy egy kicsit mi is megnyugodjunk, és hogy talán a haladásban egy kicsi zavargást keltsünk, ami még jobban hozzásegített minket, hogy több gólt tudjunk szerezni. Az első fél időben voltak jobb periódusaink is, ahol akár a vezetést is megszerezhettük volna. Valószínűleg akkor más lett volna teljesen a mérkőzésnek a további kimenetele. Tehát a második fél időben korán kaptunk 11-esből megint egy gólt, és úgy érzem, hogy ez megfogta a csapatot. Idei évhez képest én úgy gondolom, hogy a csapat kihozta a maximumot magából, holott itt-ott nagyon ellenünk dolgozott a szerencse, de úgy gondolom, hogy ebben az évben ennek az éremnek is örülnünk kell, és hogy tényleg nagyon dolgozott ezért a csapat. Nagyon várom már a következő szezont, nagyon kíváncsi leszek, hogy 12 csapattal milyen lesz a színvonal, és hát nagyon várjuk. A Simple női liga 2021-2022-es szezonjában a bronzérmet, tehát végül is az MTK szerezte meg, amely kettős győzelemmel múlta felül a haladás Viktória együttesét.